Tehát kell-e nekünk nacionalizmus? Ez is egy kurva jó kérdés egyébként. Egyébként tényleg kurva jó kérdés. Szerintem szükség van nacionalizmusra. Én hiszek még a nemzet eszméjében. Tehát mindenképpen. Na most itt tényleg az a kérdés, hogy a nemzet, hogy a nemzet az egy meghaladott eszmény, amely a globalizációnak az örvényében feloldódik, és mi nekünk a globalizáció örvényét kell meghaladnunk, hogy megtaláljuk azt a szerveződési formát, amely kivezet minket ebből a talajtalanságból, ami ez a globális állapot. Vagy vissza kell lépnünk a nemzet tudat, vagy a nemzeti státuszba, hogy megvessük a lábunkat, mert a globális térben tény, hogy nincs kapaszkodó. Tehát az tény, hogy egy örvény. De van. És pedig? A nyelvi egység. De hát ezek erre épültek a nemzetállamok. Igen, tehát a nemzetállamok elvileg erre a nyelvi egységre épültek. Kivéve Ausztria és Németország vonatkozását, mert hát ott ugye azért kulturális politikai dolgok. A nyelvi egységet? Ez se így van, mert egy csomó osztrák már akkor németnek tekintette magát, csak nyilván a Habsburgok ezt nem akarták. A nagy németek meg kifejezetten németeknek tekintették az osztrákokat. De lehetséges, de máig két külön nemzetről van szó. Hát ott arról van szó, azért, mert a nyelvi egységet felülírták politikai szempontok. Azért. Világos, de ha nincs ilyen Hitler, meg világháborús izé, akkor összeolvadtak volna, mert németnek tartottak. Igen. Az osztrákok is. Kanadaiak se olvadnak össze az USA-val, pedig ott nincsen politikai... Ez egy keverék, egész Latin-Amerikára nem vonatkozik, bazd meg, mert ott aztán mindegyik spanyol, és aztán mégis vannak nemzetek, kurva érdekes módon. Igen, és az ekvádorinak azt mondod, bazd meg, hogy hondurászi vagy, és bazd meg, kurva ideges lesz, és arcon köt. Pedig mindegyik spanyolul beszél. Attól függ egyébként, hogy az a kollektív tudat, hogy nemzet, vagy a nacionalizmusuk, mikor alakult ki, mert a kanadai franciák franciának tartják magukat. Leszarják a kanadai angolokat, még független. Is akartak. De mondjuk egy olyan, ahol olyan társaság verődött össze, mint Kubába, érted? Akkor ott alakult ki. Tehát attól függ, mikor alakult ki ez a dolog. Tehát a székelyek nem fogják románoknak tartani meg a csalbüdös életbe, ahogy a kanadai franciák sem, pedig ráadásul azok még a francia forradalmat is. Tehát a kanadai franciák már akkor szakadtak el, amikor még forradalom sem volt. A kanadai franciák zászlaja az meg Bourbon Lilium. Tehát azok még akkor ágaztak el, még nem is volt forradalom. Trikolort se ismerték. Kék színű, ha jól tudom, fehér vagy arany izével, liliommal, ha jól emlékszem. Tehát kurva érdekes. Aztán mégsem tudtak összerakni egy nemzetállamot. Nem tudtak, de máig bazd meg szeparatisták Kanadába. Tökük tele van. És azt mondták, hogy az ottani indiánok meg azt mondták Kanadában, hogy bazd meg, ha franciák elszakadnak, akkor mi is bazd meg. Nem tűrjük, akkor izé van, akkor ott, mint Tekumseh, bazd meg, önálló indián állam. Érdekes dolgok ezek. De mindegy, summa-summarum szerintem nincs egyértelműen, nem lehet egyértelműen leírni a nacionalizmust, ez egy külön kérdés. Másrészt pedig nem lehet egyértelműen negatív módon megítélni. Kurva sok hátránya van, nagyon sok bűne van, sok fajtája van egyébként. Én, hogy is mondjam, pozitívnak is tartom, és hiszek is abba a típusú nacionalizmusba, ami a 48-as, 49-es forradalom és szabadságharcnak a nacionalizmus. Hát az a születése a nacionalizmusnak. Hát a modern nemzet. A modern volt korábban is, csak az más típusú. Hát ami volt. Nekünk más, nem volt. Más volt. Hát más országokban volt, igen, de nálunk nem. Tehát mikor, hol? Az egész rendi nacionalizmus volt. Francia forradalom a magyar nemzet. A magyar nemzet fogalma meg volt már. A magyar nemzet fogalma az a nemességet, egy társadalmi osztályt jelentette. Társadalmi osztályt jelentette. Várjál, viszont kurva érdekes, mert hogyha olvasod mondjuk a Rákóczinak az emlékiratait, Rákóczi azt írja benne, ez figyelemre méltó, azt mondja, hogy ír a Verbőciről, és hogy azóta a jobbágyok, mit tudom, örökös rökhözkötés, a dózsaféle parasztfelke, stb. Azt mondja, a nem magyar anyanyelvű népek, írja Rákóczi, sehol nincs még a modern nemzetállam, azok viszonylag békésen tűrik a jármot, ellenben a magyar parasztok, azok azóta is mennyire gyűlölik a izét. Na most ebben nem az érdekes, hogy tűrik a jármot, vagy gyűlölik, hanem a Rákóczi magyaroknak tartja a jobbágyokat is. Tehát nem a Verbőci féle nemzeti
érted? Hát külföldön nevelkedett. Tehát nem nőtt bele a Verbőci János. Tehát ő egy ilyen nyugati figura volt. És nyugaton már akkor kezdtek a nemzeti izék megjelenni. Sőt, már 16. században. Érted? Tehát, tehát nem teljesen igaz az, hogy kizárólag 1848-ban jelenik meg. Tehát vannak neki gyökerei. Kurvára vannak. Hát nyelviek. Nem csak nyelviek, hát most magyarában a politikai gyöker, hogy a Rákóczi, hogy a Rákóczi parasztokat is magyarnak tartotta. A Rákóczi nyelvi alapon mondta ezt meg, és nem osztály alapon, ez a lényeg, igen, ezt mondod. De hogy nem azonosult a Verbőci féle hármas könyv. Világos, mert nyelvi alapon állt hozzá azért. Igen. Jaj, veszünk már, az igen, szóval mondom, fáradt vagyok, hogy a faszom az meg. Minket, van 9 perc, az meg. Mi, így igazából engem is, meg a famot is, meg így leginkább mindenkit, akit így a környezetemben tudok, tulajdonképpen ugyanaz frusztrál, és ugyanaz a talajtalanság, és ugyanaz a zuhanás élmény határoz meg, mint ami megszervezte a Jobbikot. Mint ami, tehát, hogy ők is ugyanazt érzik, csak hogy, hogy van egy örvény, van egy örvény és egy zuhanás. Na most a különbség az mindössze annyi, és a hangsúly azon van, hogy mindössze, hogy ők a múltba nyúlnak vissza, hogy ott arra felé kalimpálnak, hogy hát a kezükbe akad egy Szent Jobb, vagy egy Szent Korona, vagy egy Turulmadár, vagy valami, ami egy biztos pont, ahol megkapaszkodhatnak, hogy megvethetik a lábukat, hogy valami biztos pont, ami ebben a globális zuhanásban őket megtartja. És tulajdonképpen mi is ezt a biztos pontot keressük, csak nem az Aranybullában, meg nem a Verbőci hármas könyvében, hanem mi... Én kicsit később, te a jövőbe, én meg a 19. században. Mi létrehozunk olyan konstrukciókat, amelyek a Szent Koronának, meg a Verbőci hármas könyvének, meg az Aranybullának, meg a Szent Jobbnak a helyét átvehetik. Vagy a jövő Szent Jobbjai, Szent Koronái, Aranybullái és Verbőci hármas könyvei lehetnek. De hogy a különbség az mindössze, és hangsúlyosan mindössze ennyi. De a lényeges különbség igazából nincs. Az élmény az nagyon-nagyon közös. És a lényeges pont ez az élmény. És ebben az élményben való diszkomfort állapot. A válaszok persze lehetnek, ez a frusztrált, igen, és részben frusztrált állapot, és részben végtelenül kiszolgáltatott így állapot. Így van, de ilyenkor bejön azért, tehát, hogy kit hogy neveltek. Tehát én a családból hoztam egy tradíciót. Te nyilván mást hoztál, vagy nem hoztál, a másik meg... De ez most nem... Te hoztál tradíciót, faszom! De mégsem vagy jobbikos baszod, miért nem? Mert én másfajta tradíciót hoztam, ez a Kossuthos Petőfis izét, érted? És nem annyira a turulmadaras szerv. Azt is hoztam. Azt is hoztam. Egyébként... Ki ne rekezd magad, bazd meg a nemzetnek bármelyik kibaszott porcikájában, vigyázzál! Jó, Robi, nézd Robi, te is megértetsz engem, mert benned is van nacionalizmus, csak mondjuk jól tudom, a te hazád távol küzd az arabok ellen a Közel-Keleten, de közösek a hagyományaink, itt is voltak törökverők, tudod, nekem Szigetvár, Dobó István, Egerd, Régely-Palánk, de az iszlám ellen ugyanúgy, tehát megértheted az én érzéseimet, és tudom, nálatok a jelenben zajlik ott, Haifa és Tel Aviv környékén, de szintén a nyugat védőpajzsa, a vad muszlim hordák ellen, tehát van köztünk közösség, tehát meg tudjuk egymást érteni, lehet köztünk párbeszéd, dialógus. Ne ez volt nem érjük be semmivel, csak is kizárólag a véretekkel és az utódaitok vérével. Amíg le nem csapoltuk a véreteket, addig nem nyugszunk. Mindörökké tart a harc a kereszténység ellen. Csak jöttünk batyuinkban a hamis mérlegekkel, szívünkben a keresztények iránti oldhatatlan gyűlölettel. De ugyanott jöttetek ti is a Galíciából, a Vereckei hágón, ahol mi csak 1000 évvel később, hát Istenem, érted? Na én most próbálok liberális lenni, tehát próbálok... Gyűlöltetek! Mindig is gyűlöltetek minket! Sosem fogadtatok be! Sosem akartatok minket elismerni! Soha, mindig is ellenségesen álltatok hozzánk. Ilyenkor persze megy a mézes mázoskodás. Mert forintért! Mert elnyomtatok minket Kazáriába, bazmeg. Miért kellett a zsidó szukával fajtalankodnod?
hogy a félzsidó fattyadat, azt a zsidó szuka, és annak a szintén zsidó... Mindjárt szétpukkal. Családod, család, nem. Ráadásul házasságon kívül élő, vérfertőzésben élő zsidó... szexuális fantáziák. Az ember ne nevelje a magyar gyűlöletre. Ezt miért engedted? De figyelj! Ezt magyarázd meg a közönségnek! Oké. Miért engedted, hogy két zsidó nevelje a keresztény gyerekedet? De miért kettő? Hát Masia nem is zsidó? Nem. Még egy vérgyalázás! Még kétszeres fajgyalázás! Jó. Figyelj, nézd, Robi, az az igazság... Magyarázd meg! Várjál, ez érzékeny téma közöttünk, mert a Robi köztudottan pedofil. És ő a... Csak zsidó kisgyerekekről le van erekció. A kislányomban szerelmes. Kicsi zsidókba. És kérlek szépen, hogy ne korlátozzuk ezt a lányokra, jó? Légy szíves, jó? Hogyha szabad kérnem. Tehát azért a saját magam szexuális identifikációjához hadd legyen jogom. Se vitasd el tőlem. Nemtől függetlenül a kicsi méretű zsidókra, törpe zsidókra. Világos. Nő és hímnemű törpe, illetve gyerek zsidókra is gerjedek. Értem én. Mindig... Hadd legyen már jogom hozzá ebben a kurva országban! Világos. Nyugi. Magyarként zsidót baszni! Zsidóként magyar. Zsidóként zsidót baszni! Várjál, én voltam a hülye. Felnőttként gyereket? Én voltam a hülye, mert... Vagy törpét! Mert egyszer megmutattam neki a kislányom fényképét, és azóta bepörög. Nem megy, csak a por az egyetlen, ami őt leszemlítettet. Becsillapítja, úgyhogy adjatok egy kis port. Fájó veszteség. Na, van-e kérdés? Az intellektuális, tudományos konverzációhoz diszkuszió, tessék. Ne tolongjatok! Akkor megköszönjük a figyelmet, ez a keresztény azért iszik, mert a zsidó sír című rendezvénysorozat legújabb alkalmával. Jövő héten újra találkozunk kedden este 6 órától rendszerint. Köszönjük a figyelmet, jó éjszakát! Sziasztok!